Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Huk Erzsébet, az LMP elnökségi tagja, országgyűlési képviselő jelölt, frakcióvezető helyettes is, igen? Igen. Átvette már a megbízatását? Pénteken kapjuk a mandátumot, vagyis holnap délután 5 órakor fogják átadni a mandátumot azoknak, akik országos listán jutottak be, és jövő héten kedden lesz az alakulülés. Milyen a hangulat a pártban ezután, a veszteséges választás után? Hát természetesen mindenkit megdöbbentett, vagy mindenki nagyon rossz kedvű lett annak a tudatában, hogy a Fidesz ismét 2/3 kapott. Ez nagyon nehézé teszi az elkövetkezendő 4 évet. Másik oldalról pedig azért azt látni kell, hogy az LMP-nek jelentősen növekedett a szavazó tábora, 150 000 fő plusz szavazott ránk, több mint 400 000-en, míg 2014-ben 250 000-en. Ez egy előrehaladás, de azóta a bulvár is beköltözött magukhoz. Lesz-e új társelnök? Igen, május 27-én teljes tisztújító kongresszusunk lesz. A teljes elnökséget és a többi testületnek a vezetőit is újra fogjuk választani. Ez azt jelenti, hogy nő és férfi társelnöki poszt is nyitott. Tehát ez már tuti. Igen, ez biztos. Tehát már meg is hirdettük a kongresszust, úgyhogy lesz női és férfi társelnökünk is. Nem kibeszélés, de nagy változások várhatók? Hát bizonyára lesznek érzékelhető változások az elnökségben, már csak azért is, mert egy új szakasznak a kezdetén vagyunk. Itt az elkövetkezendő 4 évben azt gondolom, hogy az LMP előtt álló nagyon fontos feladat, hogy 2022-re egy nagyon erős kihívó párttá váljunk. Ehhez szervezetileg is meg kell erősíteni a pártot, másrésztről pedig sokkal jobban ismerté kell tennünk, hogy az ökopolitika az miért van, és miért más, mint az eddigi politikák. Tehát akkor tulajdonképpen zöldek maradnak azért. Igen, de a zöld az önmagában azért azt tudni kell, hogy nem azt jelenti, hogy csak környezet és természetvédelem, hanem a zöld a tág értelemben, vagyis ez a fenntarthatóság értelemben, amikor arról van szó, hogy a társadalmi, a gazdaság és a környezeti kérdéseket egy rendszerbe kell kezelni. Tehát akkor tulajdonképpen az atomerőművet lenyelik, mert nincs más megoldás. Nem, természetesen nem nyeljük le, ezt már többször elmondtam, nem fogjuk lenyelni az atomenergiát, hiszen a mai világnak azt gondolom, hogy a nagyon nagy előrehaladási lehetőség a megújuló energiák. Más országok, például Kínát is tudom akár említeni, nagyon nagy pénzeszközöket fordítanak arra, hogy a megújuló energiát mind nagyobb arányban lehessen előállítani, és minél olcsóbban. Erre megvan a lehetőség, gondoljunk csak arra, hogy a napenergia az gyakorlatilag egy korlátlan lehetőséget kínálna az emberiségnek. Itt bizonyos tárolási technológiákat kell megtalálni, és én biztos vagyok benne, hogy meg is fogják találni. Most nem bántani akarom, de mit tudnak tenni például az épülő paksi atomerőmű ellen? Szögdécselni fognak a parlamentbe, vagy ez egy olyan kicsi párt, hogy mindegy szúnyogcsípés, oda se fog a kormány figyelni rá? Lehet, hogy a kormány most ezt a politikát fogja folytatni, mint amit az elmúlt 4 évben tette, de azért emlékeztetnék egy bős nagymarosi vízlépcsőre is, amikor szintén lehetetlennek látszott, hogy az ne valósuljon meg, mégis elérkezett egy olyan ponthoz, egy olyan tömeges tiltakozáshoz, amikor mégis jobbnak látta a hatalom abba hagyni, és voltak a paksi bővítéssel kapcsolatban közvéleménykutatások. Azok azért azt az eredményt hozták ki, hogy ma a magyar lakosságnak a nagyobb része elutasítja a paksi atomerőműnek a bővítését. Ráadásul itt nem csak környezeti és ökológiai kockázatokról van szó a paksi atomerőmű bővítése kapcsán, hanem ez egy nagyon erős pénzügyi kockázat is. Gondoljunk csak arra, hogy mekkora hitelt vettünk fel Oroszországtól. Ebből mi biztosan nem jövünk ki jól, ezt törleszteni kell, és rendkívül megdrágítja a villamos energiának az árát a jövőben. Annak idején Lázár János pont az ellenkezőjét mondta ennek.
Hát állítani persze lehet, de azért nézzük a számokat. Tehát akkor, amikor arról beszélnek, hogy az atomenergia az olcsó és tiszta energia, akkor elfelejtik az árba betenni a létesítésnek a költségeit. Gondoljunk csak arra, hogy milyen sokba kerül egy atomerőműnek a felépítése. Elfelejtik betenni, hogy azt 25-30-35 év múlva, 40 év múlva szanálni kell, annak is hatalmasak a költségei, és arról meg teljesen elfeledkeznek hozzáadni, hogy a közepes és a kis aktivitású hulladékot azt el kell helyezni. Tehát ezek óriási költségek, ezeket nem építik be az árba, és ezért könnyű azt mondani, hogy az atomenergia az olcsó, de hogyha mindezt az összes költséget betesszük, akkor kiderül, hogy nem így van. Az ellenzéki pártok azt állítják, hogy az ő sikertelenségük tulajdonképpen önöknek köszönhető. Hát könnyű, ugye mindig valamilyen bűnbakot keresnek, és szeretik bűnbakká tenni az LMP-t. Itt azért a választások nem ezt mutatják, hogy az LMP a bűnbak, mert most csak egy példát mondok, hogyha jobbikosok 10-10-valány helyen visszalépnek, akkor ott is voltak esélyes jelöltek, nyerni lehetett volna a körzeteket. Itt az az egy út lett volna a kormányváltásra, amit az LMP őszintén javasolt, nevezetesen azt, hogy itt a bal jobb, tehát a Jobbiknak, a baloldali erőknek és az LMP-nek legalább hármunknak koordinálni kellett volna, és egy esélyes jelöltet meghagyni. Az LMP nagyon nehezen killódta ki ezt a döntést, mert ugye mi megmondtuk, hogy az ökopolitika az a politika, amivel a mai meg a jövő kihívásait kezelni lehet, és a régi politikákkal ezt nem lehet megoldani. De éreztük az emberek részéről a nyomást, és éreztük azt, hogy kormányváltást akarnak. A matematika az, hogy abban az esetben lett volna csak esély, hogyha ez a három oldal koordinál, viszont nagyon hamar, tehát nem fogadták el az LMP-nek a javaslatát, nagyon hamar a baloldal azt mondta, hogy akkor a Jobbikkal nem, a Jobbik azt mondta, hogy a baloldal másikkal nem. Mind a két erő azt hitte, hogy képes lesz önállóan. Ugye a Jobbik azt kommunikálta, hogy ők egyedül képesek leváltani a kormányt. A másik oldal is ebben hit, a valóság az lett, hogy nem. Igen, de ha maguk a bűnbakok, akkor miért feltételezi, hogy majd most ebbe a háborúba, ebbe a zöld háborúba azok az ellenzékiek, akikért önök nem álltak ki, majd most együttműködnek magukkal? Én azt gondolom, hogy a dolog az olyan szempontból, idézőjelben mondom, hogy egyszerű. Itt a problémák azok csak nőni fognak. Tehát kezdhetem akár a migráció kérdésénél, folytathatnám a társadalmi igazságtalanság növekedésével, de hozzá kell tennem az ökológiai problémákat. Itt a klímaváltozás. Május 2-a, 3-a van, hirtelen nem is tudom. 32 fok. Döntjük meg a rekordokat. Tehát itt olyan óriási problémák vannak, amelyeket a többi politika azt nem tud kezelni. Tehát úgy nem lehet megoldani a klímaváltozást, és hozzáteszem a migrációt sem. A köztársasági elnök reggeltől estig a klímaváltozással foglalkozik. Hát beszél róla, de ugye a gyakorlat nem ez. Hadd hozzam példának, hogy 2015-ben volt Párizsban a klímacsúcs. A kormány akkor azt mondta, hogy a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiát annak szellemébe felülvizsgálja, és egy újat alkotunk. Megtette? Nem, azóta is várjuk, hogy a parlament elé kerüljön ez az majd új most. Stratégia. Hát majd meg fogjuk látni. Na akkor nézzük az együttműködést. 8 kerület, 15. kerület és Záhony. Lesznek-e összehangolt önkormányzati előrehozott választások? Két helyen ugye bekerül a polgármester a parlamentbe, Záhonyban nem tudom, mi történt, tehát három helyen is előrehozott önkormányzati választás. Hát ezzel kapcsolatosan most csak azt tudom mondani, hogy folynak a tárgyalások, elkezdődtek a tárgyalások az ellenzéki pártok között, viszont a végeredményről szeretnénk majd beszélni, tehát mi nem szeretjük azt, hogy amikor folynak a tárgyalások útközben, akkor minősítjük, elkezdődtek. És ha már önkormányzatokról beszélünk, akkor nézzük, hogy a Gémesűvel való együttműködés, ő ugye Gödöl patinás polgármestere, mondhatjuk, hogy patinás már, ha bár ember ezt nem szoktuk használni, de olyan régen Gödöl polgármester, egy kiváló orvos, kiváló sportoló, úgy tűnik, hogy kiváló politikus is. Mi az önök véleménye? Hát az LMP az új kezdettel kötött együttműködési megállapodást. Ennek nyilván mind a két pártnak megvolt a hozadéka, és a jövőben is meg lehet, hiszen az új kezdet az alapvetően a helyi önkormányzati emberekre,
polgármesterekre és önkormányzathoz közel álló érdeklődőkre, politikusokra, a politikusokon alapul. Ugye az LMP-nek pedig sokkal inkább országos politikai tapasztalatai voltak és eredményei. A kettő együtt azt gondolom, hogy közelíthet az egészhez. És egyébként az LMP-nek nagyon fontos a helyi szint. Tehát amikor mi azt mondjuk, hogy a fenntarthatóságnak a pártja vagyunk, amiről egyébként nagyon kevés szó esik ma Magyarországon, hogy tulajdonképpen ez mit is jelent, de ennek a kulcskérdése a helyi fenntarthatóság. Tehát, hogy a helyi erőforrásoknak a fenntartható használata. Ez miből áll tulajdonképpen? Gyűjtsük külön a hulladékot, a műanyagot, a papírt, a fémet, másképpen nem, legyen ez a tüzelés. Ez egy nagyon leegyszerűsített megközelítés saját a fenntarthatóságnak. Legyen, ez csak a környezeti lábnyomok. Ez csak a környezeti oldalról való megközelítése. Tehát nem lehet elégszer mondani azt, hogy itt nem csak a környezeti lábakról vagy oldaláról van szó, hanem a gazdaságról, a társadalmi részéről. Tehát például a helyi közösségeknek a szerepe. Azt látjuk, hogy a rendszerváltás után de a helyi közösségek nem akarják önöket, hát íme a választás eredménye, nem tudták megdönteni a kormányt, pedig azt ígérték. Lehet, hogy az LMP most még nem tudta megdönteni a kormányt, ahogy ön fogalmaz, de én biztos vagyok abban, hogy az hát mert azt ígérték, volt miniszterelnök jelöltjük, azt mondták, hogy önök az erő, aki majd vezetni fogja 2018-ban az országot. Igen, tehát hogy miniszterelnök jelöltet állítottunk, ezzel is azt gondolom, hogy mutattuk és jeleztük azt, hogy készek vagyunk arra, hogy az ellenzéki, tehát csak az ellenzéki szerepből kilépjünk, tehát már felkészültünk rá. Nyilván az elkövetkezendő 4 évben ezt erősítenünk kell, tehát sokkal jobban be kell mutatnunk az embereknek a programjainkat, és itt nem csak a környezeti oldalról beszélek, hanem a társadalmi, tehát milyen más társadalmi politikát akarunk, gazdaságpolitikát. Nagyon sokszor elmondtuk, hogy... Például hogy oldják meg a demográfiai problémát? A demográfia problémát önmagában csak a családi kedvezmények nem lehet megoldani. Ehhez olyan Magyarországot kell teremteni, ahol szeretnek és meg tudnak élni az emberek. Sokszor elmondtuk, bérválság van. A béreken általánosan emelni kell, mert hogyha a fiataloknak olyan alacsony a bére, vagy a középkorúaknak is, akkor elmennek külföldre dolgozni. De ez önmagában nem elég, mert nem mindegy, hogy milyen légkör uralkodik Magyarországon. Tehát sokan azért sem jönnek vissza, lehet, hogy már keresnek annyit, vagy van annyi pénzük, hogy hazajönnének, tudnának lakást venni, de nem jönnek vissza, mert egy gyűlölködő, barátságtalan hangulat uralkodik Magyarországon, és nem szeretnek az emberek ilyen légkörbe élni. Tehát nagyon sok eleme van. Ők mind tesznek azért, hogy ez a légkör más legyen. Ön például többet mosolyog? Például, nem utálkozik. Például. Vagy a másik, én elég sokat beszéltem a kampányból arra, hogy több nő kellene a közéletbe. Tehát, bocsánat, nem a férfiakat akarom bántani, de én azt gondolom, hogy a kiegyensúlyozottság az mindig fontos. Hát már itt volt a Momentum képviselője, és azt mondta, hogy pókhasú öltönyös úri emberek ülnek a parlamentben. Hát a fiatalok bátrabban fogalmaznak, de az tény, hogy nem lett több nő arányai van az országgyűlésben. Persze kivéve azért hozzáteszem az LMP-t, mert az LMP frakciójában ugye 9-en vagyunk, Gémesi György helyett Hon Krisztina fog beülni. Ez azt jelenti, hogy a 9 országgyűlési képviselőből 4 nő. Én azt gondolom, hogy azért már adjuk előrébb is. Vajon akkor az új kezdette való együttműködéshez kell egy újabb kongresszusi határozat, vagy ez most már megvan? Hát ez az országgyűlési választásokra vonatkozott. Nyilván jönnek az önkormányzati választások, európai parlamenti választások. Újra fogjuk tárgyalni, én azt gondolom, a kongresszuson ezt a kérdést, hiszen ez csak erre az időszakra vonatkozott, ezt értékelni is fogjuk. Ha most megkérdezem, akkor fejből már tudja a 9 tagú frakciónak a neveit? A frakciót természetesen felsoroljam. Frakcióvezető Szél Bernadett, 3 helyettes van, betűrendben mondom, Demeter Márta, Keresztes Lóránt és Jó Magam. És akkor a többiek, Hatházi Ákos, Csárdi Antal, Szabó Szabolcs. Igen. Hányadik?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. És akkor még ketten hiányoznak. Egy kis türelmet kérek, úgy látszik, hogy kora reggel mindenki van. Mindenki át fogja venni a mandátumot? Igen, mindenki át. Ungár Péter nem kerül be a 90? De ő is ott van, igen, segítsen csak nekem. Ungár Péter is tagja a frakciónak. Na hát akkor plusz-minusz megvan, valakit lehagytunk, igen, de majd jelentkezik. Hát ez a kora reggel, igen. Kanász Nagy Máté akkor nem került be, ő pedig egy kiváló szóvivő. Igen, kiváló szóvivő, ő a 8. volt a listán, és 7,1%-ot kaptunk, ez azt jelenti, hogy a listáról 7-en jutottunk be, és Csárdi Antal egyénibe, illetve Szabó Szabolcs egyénibe csatlakozott hozzánk. És hogyha nem veszi át valaki a mandátumot, akkor a következő a sorba kerül be? Ez akkor történik, hogyha igen, ha nem veszi fel, viszont hogyha felveszi, mint például Gémesi György, és lemond, akkor utána a kongresszusunknak kell gyakorlatilag dönteni róla. Jelen esetben el fogjuk fogadni az Új Kezdetnek a javaslatát. Mert hogy erről már megállapodtak korábban. És most nagyon szégyellem magamat, hogy kit hagytam. Azt mondja ki meg nekem, Hatházi Ákos akkor nem lesz társelnök, de fölveszi a mandátumot. Igen. Tegnap egy kereskedelmi televíziónak azt nyilatkozta, hogy így nagyobb lesz a védettsége, hogy tovább tudja folytatni a munkáját. Hát igen, gondolom, hogy erről szól, mert nagyon sok támadást kapott az elmúlt hónapokban, és a mentelmi jog az mégis biztosít egy védettséget. Ön szeretne frakcióvezető lenni? Bacsol többet. Én egyszer ugye lemondtam a frakcióvezetésről, jellemzően az ember nem lép vissza ugyanabba a folyóba. Elkezdtem a párton belül egy szervezői, meg minden ilyesmi feladatokat ellátni. Én voltam a felelős a jelöltek megtalálásáért, felállításáért, és kampányfőnök is voltam az utolsó hónapokban. Tehát azt ja, kérem, gondolom, aki hogy elküldi a tanácsadót, azt pótolni kell. A tanácsadóval békét kötöttek? Én nem találkoztam vele azóta. És előtte sokat? Hát időnként kellett, mert én voltam a kampányfőnök. Bízunk benne, hogy akkor egy megújult új LMP-vel találkozunk a parlamentben, mert gondolom, hogy a kongresszus, Sallai Robert Benedek, ő nincs akkor benne. Nem láttam, hogy indulna az országos elnökségbe, ami még nem jelenti azt, mert 15-én zárul le a jelölési lehetőség az országos elnökségben. Köszönöm, hogy itt járt nálunk, és bízunk benne, hogyha nincsenek választások, akkor sűrűbben bejönnek. Köszönöm szépen a lehetőséget. Kedves nézőim, ezzel az interjúval véget ért a reggeli politikai magazinműsorunk, a Pirkadat. Velem legközelebb találkoznak majd este a 7 órás vendégbe, addig is érezzék jól magukat, a viszontlátásra. Következik hamarosan a híradó és reggeli magazinműsoraink. We'll be right back.